Vállalkozásunk területén a Biocentrum Kft.-ben második évben végezzük az önkivel kapcsolatos fajta tesztjeinket, gyakorlatilag szerintem nagy sikerrel. A tavalyi évben szép eredményeket értünk el a különféle típusú búzafajtáknál, de ebben az évben tapasztalataim alapján eddig időpontig sokkal egyöntetőbb az állomány, sokkal különlegesebben észlelhetők a búzafajták közötti különbségek, mint a tavalyi évben. Az, hogy ilyen búzakísérleteket készítünk, ilyen kísérleti parcelláink vannak, ezzel meg tudjuk tanítani a kollégákat, meg tudjuk tanítani a partnerokat, hogy miért termeljenek ilyen búzát, és mennyire előnyös a másik búzával kapcsolatosan. Itt a termelési technológia jóval egyszerűbb. Sokkal egyszerűbben meg lehet oldani, olcsóbban is meg lehet oldani. Javaslom a biotermesztésre ezeket a régi típusú búzákat, mert ezeknek gyom-elnyomó hatásuk van. Betegséggel szemben is ellenállóbbak, sokkal ellenállóbbak, mint a másik típusú búzák. Akár a legnagyobb szárazságban, mint ami az utóbbi fél évet sújtotta, vagy ezt utóbbi 2019 őszétől mostanáig, 2020 május-júniusáig szinte nem volt csapadék, a területünkön mínusz 275 mm-rel számolunk. Ez a típusú búza, ez a alakor típusú búza, gyönyörű, szépen ki van fejlődve, gyönyörűen el tudott bokrosodni, nem olyan mértékben, mint normál évben, de el tudott bokrosodni, tökéletes a gyomelnyomó képessége neki, és hogyha bármelyik gazda ezt akarja termelni, ha nem felejti el a gazda elvetni ezt a búzaszemet ősszel, akkor biztos, hogy lesz neki jó termése. Ha összehasonlítjuk a 2020-as és 2019-es évjáratban lévő tönke és alakor típusú búzákat, szerintem ebben az évben a 2020-asban jobb minőségnek tűnik, jobb állapotban lévőnek tűnik, mint a 2019-es évben volt. Igazából jól láthatók a különbségek a fajtáknál, tavalyi évben is jól látható volt, de a tavalyi évben ebben az időszakban volt egy kéthetes csapadék. Annak a csapadéknak a hatására, a viharok hatására megdőlt, viszonylag most erősebbnek tűnik a szára is gyakorlatilag. Nagyon bízom benne, hogy megmarad olyan állapotban, amilyen állapotban van most. Örülök neki, hogy így alakult ki, mert jobban lehet értékelni, és aztán akkor össze lehet gyűjteni vetőmagnak is, vagy későbbi földolgozás ezeket a fajtákat, holott kis parcellákról van szó, de nagy értékük van.